Jó reggelt, miattám, szevasztok gyerekek, üdvözlő csatornál! Keeper érkezik a következő Farming Simulator 15 gameplay-jel. Hát egy kicsit bele vagyok keveredve, itt a technikó ördöge majdnem megtréfált, de sikerült ezt a fészkemet ide raknom. Úgyhogy most a Keeper csodálatos pofáját itt nézegethetitek. Nekem meg arra kell figyelnem, hogy ne túrjam az orromat, mert az nagyon csúfos lesz. Bár ilyen icipiciben vagyok, itt megbújok. Igazán ígérem, hogy nem fogok kitakarni semmit. Na, gyerekek, várjuk bele a lecsóba, aztán ma komoly dolgokkal kellene foglalkozni. Egyébként ilyen hálós, ilyen sapkát, ilyen jó kis parasztosat föl kellene venni. Igazából mondjuk az ilyen amerikai sofőrös, de... Jó, oké, figyeljetek, csapjuk neki a dolgot. Lesz itt egy csomó munkánk, meg sorskártya húzás is. Remélem, hogy jó lesz. Most egyébként tényleg nagyon belekeveredtem itt a dolgokba, de most már úgy látom, hogy úgy nagyjából minden kialakul. És nem húzom az igőt, ígérem, bocsánat, fakereszt. Csapjuk neki ezzel a dologgal, egyébként föl kellene pakolni, cühölni ezt a boost erre a valamire. Hát azt nem tudom, hogy mennyire fog sikerülni, meg azt nem tudom, hogy várjatok, lehet, hogy le kellene nyitni ezt a valamit. Lépjétek le, gyerekek, milyen hosszú ez a boost. 1, 2, 3, várjatok. Kiszámoljuk, hogy milyen távolságra van. Figyelj! 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 méter? nem, 6 méter. Na várja. Azt mondja, 1, mennyi már? 1, 2, 3, 4, 5. Gyerekek, még egy méterrel is fog maradni. Figyeljetek, Keeper, leléptem az, akkor léptem. Nem méter, hanem lépés. Én nekem ilyen két méteres lépései vannak, gyerekek. Meg, figyelj. Aki nagy botta jár, nagy lábának kell lennie, mert különben mit csinálna, érted? Lefődig érne, be kell törni az oknéba. Na jó van, gyerekek, nem szórakozunk, elindítjuk a vördát, aztán már csapjuk is neki. Nagyon furcsa állom egyébként, hogy van fészkem, nagyon régen volt fészkem. Emlékeztek, mikor volt fészkem utoljára ilyen farmingokban, amikor ilyen félmeztelenül szoktam nyomni. De komolyan vannak olyan régi, emlékszem, ilyen régi farmingjaim, amikor félmeztelenül csapta a Keeper, nem kis pályázott, nem volt félmeztelen, hanem teljesen mesztelen, csak azt nem szabad úgy mondani. Na figyeljetek, hát szerintem egy szembe kellene állni ezzel a kotlával, mert különben akkora terhet fogunk keverni, rájöttem, hogy ez a busz az nem kicsi, figyeld. Hát nagyobb, mint a daru. Hát akkor hogy fogjuk ezt megoldani? Jaj, bocsánat egyébként, hogy pörgök, de komolyan mondom, mert kikészültem, mert egy órán keresztül tököréztem itt, minden összejött. Nem volt jó, beüzemeltem a kamerát, nem volt jó a hang, az OBS-be kellett újraállítani, minden nem volt jó. A spin programom nem működött, akkor mi volt még? Ja, a támogatók, a csatornatagok, kép az eltűnt, úgyhogy jaj, nagyon régen volt Farming Simulator, ezt kiestem itt a dolgokból. Figyeljetek, szerintem ezt okosba ide ráállok. Azt megcsináljuk. Hű, hát ez a traktor nem tudom mennyire fogja elvinni ezt a buszt, de... Meg még ráadásul körbe kell ugye elvinnünk, mert különben tudjátok, hogy milyen problémák lesznek. Remélem egyébként hiányoztam Farming Simulator tekintetében. Ne vigyorogjatok! Elég, hogyha én itt rögök, mint a tájbetök. Egyébként azt néztem, figyelj, ez körbe van nőve mindenféle susnyással. Oda, itt is bele van akadva. Hát remélem, hogy nem fogja fölborítani ezt az egész szörelvényt. Ugye 30 ezer üti a markunkat ide be a zsebbe, hogyha minden jó lesz. Egyébként bepörgettem egy napot az időben, mert ilyen este fele járt már az idő. Azt nagyon nem tetszett az a Keepernek. Ugye a buszpályaudra kell vinni ezt a kortlát, csak az a baj, hogy ezen az úton visszük, tudod, itt a közelebbit, az nem lesz jó, mert ott van forgalom. Meg az Y-ban tudja, hogy nem fog elfordulni ez a szerelvény, az hauzihár gyerekek, úgyhogy valamit kell itt kitolálni. Ezt a buszt, várjál már, nem lesz egyszerű fölemelni, meg még ráadásul itt modifikálni kell a dolgokat. Nagyon jó ez a daru egyébként. Tudom, nem annyira autentikus, mert mit keres itt ez a daru, de figyelj, sógorok küldték. Kik a sógorok? Mindenki tudja, remélem, hogy az osztrákokat neveztük régen sógoroknak. Jaj, lehet már sörrel kocintani? Úristen, emlékszem, amikor még én voltam fiatal, bementél kocsmába, és hogyha sörrel, ilyen fiatalon bementünk, mit tudom, 10 pár évesen, aztán kértük a sört, aztán akkor kocintani akartál, mert akkor az öregek így néztek, hát hülye vagy? 50 évig nem kocintunk sörrel. Ugye? Miért nem kocintunk sörrel? Valaki majd írja meg. A nagy motorosok, régi motorosok, meg volt írva. Nem meg volt írva, hanem a magyarsághoz hozzátartozott, hogy varázslat lesz. Ilyen nagyobb tárgyakat ugye úgy tudsz megfogni, hogy kontrollt lenyomod. Hoppá! Yes.
és akkor tudod növelni, hogy mekkora tárgyat akarsz fogi-fogi, látod? És akkor így okosban, látod? Mekkora királyság? És akkor mivel, meg ott kírja ugye, hogy mivel tudod megfogintani, és azt hiszem, hogy az R-nel, és meg is fogtuk, mint az Isten lábát, ugye? Hoppá, a H-val ki tudjuk kapcsolni ezt. Gyerekek! Elemelkedett a talajtól, bocsánat a pörgésért, basze! De Keeper be van izéve, be van őrülve. Hoppá, egy kicsit izé taszantja a Vernát, nem tudom, hogy ez mi lesz itt ebből. Jajjaj! Jajjaj! Hát egy kicsit izé van. Úristen, hallod? Taszigálja a Vernát, rendesen. Nem tudom, hogy ez mi lesz ezzel. Hát lehet, hogy oda be kéne járni majd. Úristen, hát ezt nem merem fordítani. Hát ezt keresztbe fordítom, úgy fölölti ezt az egészet, mint annak a rendjes mondja. A daru az teljesen föl van állítva. Áll, mint az ászló. Gyerekek, be van akarva hátul valamiben, vagy mi van? Óvatosan, óvatosan. Autentikusan, óvatosan. Igaz, kicsit olyan, mint hogy bele ne rúg... Jó, gyerekek. Figyelj, úgy kellene csinálni, hogy... De sok. Egyébként tudjátok mit? Én nem tudom, előre nem kéne menni. Figyeljetek, arra kéne elmennünk mindenképpen, arra torony irány, nem a torony irányt, hanem az ellenkező irányba. Úgyhogy azt kellene csinálni, hogy a kiszállunk itt. A öcsém lengőt arra alatt ne legyél, hallod a busz? A busz az körülbelül, úristen, nagyon jó. Á, tetszett, egyébként imádom ezeket a küldetéseket. Mindenképp lesz sorskártya, nem kell aggódni, gyerekek, berettyentjük a vördát. Kicsit onnébb megyünk, hátrébb jövünk a daruval. És akkor beállunk majd alá, jó? Megszivattuk szépen okosba. Meg van tankolva, minden jó gyerekek, minden jó. Remélem, hogy itt a facecam nem zavar semmit, pont a izélista fölött van, vagy látjátok. Úristen, egyébként ez, hát nem vagyok benne biztos, hogy ez el fog ez itt evickéje. Jaj, 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 hát emelkedőnek lehet, hogy nem kell. Azt a bötyár! Hallod? Ez mit meg van akadva rendesen. Most meglátjátok, milyen hülye keeper, mi? Egyébként mindig röhögök végig ilyen gameplayeken, nem tudom. Lehet, hogy azt hiszitek, hogy így... Vannak ilyen, nem tudom, nem tudom. Mondjuk annyira nem nézek sok gamert. Valakik biztos ilyen fapofával vannak, és így kommentálják az eseményeket, hogy akkor most a darual, fölemeljük a dolgot. Na, kicsit meg kéne indulni hátrafele. Okosba. Ki az az edit? Ott van az edit mód. Keeper módban vagyunk, nem edit. Ki az az edit? Ne hiszem személy. Jó, hogy nem Mari módban vagyunk. Oh. Hát ez nem baráti, na várja, van egy ilyen daru nézet. Azt a bötyár! Hallod, ez nagyon kemény. Hogy egy ilyen nézetbe így. Oda néha. Gyerekek, nem nagyon kellene izéni, meglengetni, mert szerintem ezt fölülünk vele elég rendesen. Ubaza. Fokosba kellene. Oh! Elemelkedett az ízés a jármű. Hátulja. Hallod? Jaj, de imádom ezt a darut. Mondjátok most, valaki egyébként panaszkodott az egyik rész alatt, hogy ez a daru nem autentikus. De hogy mennyire epik jó meg van csinálva ez. Imádom. Farming Simulator 11 gyerekek, nem 22, azt itt 10 éve. Toronydarúba csapjuk neki az Icarus buszt azért. Ki van ezt találva? Hú, nem nagyon kéne belengetni tényleg okosba, de én nem akarom feldönteni ezt az egészet. Na aztán szépen itt onnan így megkerüljük az egészet, várj, onnan. Aztán alájárunk, jó? Alájárunk, aztán akkor szépen ráengedjük. És akkor hadd menjön. Hát remélem, hogy el fogja vinni, ha nem, akkor nagyon nagy baj van. Mert akkor az egész projekt csődbe megy. Ilyen hülyeségeket nem fogunk csinálni, hogy darul, mert bevisszük a célállomásig. Nem akarok izé, nem akarok, nem... unautentikus gameplay, antiautentikus gameplay nem lesz, gyerekek. Ezután én már bánom azt is, hogy azt rángattuk, húztuk, vontuk azt az ifát. Hát az nem volt, nem, hogy nem autentikus nem volt, hanem semmi nem volt, az egy szar volt, kár volt. Kicsit még följebb emelem. Úgyhogy biztos elférjünk alatta, oké. Testvérem az urba, akkor onnan kellene megindulni másik irányba. Jaj, egy kis traktor szerintem, öcsém. Kileheli a lelkét, amire odaérkezünk. Na, nyomjon neki, tesó. Onnan kellene megérkeznünk. De bírom egyébként, hogy elsüllyed, hát ez nagyon jó. Ez a mapnak az adottsága, vagy valami módot sikerült beimpregnálnom. Impregnálni? Ez nem izé?
Mi az az impreglálás? Az impreglálás az nem... Jajaj, jajaj, várjál. Jaj, jajaj! 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 How Lord? Hát mi? Van egy olyan Sanda gyanúm, hogy ez... Hallod, padlógázt nyomok neki, nem kis pályázok. Bírja ez. Mi a 18%-tel nem van amortizálódva szegény, úgyhogy még van itt baja. Megpróbálom karra elvenni, de ott mondjuk fölfelé keverni, meg busz. Mondjuk az ifát elhozhatjuk, meg esetleg veszünk egy vonórudat, aztán ifa húzza, egy kis traktor hozza buszt. Figyelj, lendületben vagyunk, akkor azért megküldjük. Keresztben nem szereti ugye, hogyha fordítjuk. Ugye jó, van itt, figyelj, lehet, hogy a gyöppön kellene tartani az egyik kereke. Á, azt kell csinálni gyerekek, a gyöppön menni. Köröd van, hogy ennél stílt. Stílőni tudtok? Na figyelj, itt a gyöppön megyünk. Okosba, jó, egyik kerék legyen a gyöppön. Akkor nem süllyedünk el annyira. Jó, figyelj, nem tudom, hogy hol vagyunk. Ki mondta, hogy fölfér ez a busz, de nem fog fölférni, tesó. Se indul ez a kotla most. Indulj már, bazze. Jaj, bazze, hallod? Nem akar menni, miért nem akar menni? Hát ennyi. Valamiben meg akartunk, de nem akarthattuk meg. Ó, a frances ember a gyerekek, én már most látom, hogy a szomorú sorsunkat, hogy itt bajok lesznek. Nem akart ez meg semmibe, csak szerencsétlen, nem erre találták ki a járművet, ugye? Figyelj, van egy ötletem, nem fogom föladni, viszont autentikusak leszünk, itt leválasztom a képződményt. Úgy, ezt fölkaphatunk ide. Úgy, ezt úgy tolhatok rá, jól van okosba. Remélem, hogy ez nem valami, nem valami. Így figyel. Így. Ajaj, ott egy fa. Hát stílődik öllere itt a gyerekek, stílődik. Na várjál. Aztán akkor talán a gyöppől egy kicsit megtűz a kerék. Várjál, innen köllere felfogni. Ahhoz. Na figyelj, most aztán induljuk meg, mind a tavaszi virágok. Na? Na miért nem? De miért állt ez be ide, gyerekek, ennyire brutálisan? Rendesen meg kell így izére mozgatnom. Nem jó a gyerekek, valami nem stíbbel. Valamiben megakadtunk, amit igazából nem látunk, az a gond. Hát az Dolly megakadt, gyerekek, a Dolly megakadt. És hogy megint leválasztási lesz, ezt megpróbáljuk lefele meghúzni. Hát akkor nem volt jó ötlet, hogy a gyöppön megyünk, mert ott meg izé van, ilyen akadékok vannak. Checkmedbe megakadtak erik. Jaj, te, hát aztán van itt probléma, de várja. Megpróbáljuk egy irányba megrántani egy kicsit. De mi a túros... Majdnem azt mondom mindig, hogy túros F betű. Szó, tudod, de nem akarok olyat mondani. De mi beakadtuk meg? Miért köllött ez nekem, hogy ide bevonszoljam a gyűves seggemet? De várjál, tudod mi beakadtuk? Mert lehet a buszba, bazza. Nem? Hű, öcsém, be van hallod, Derek. Volt már itt kamion? Volt már itt autó, ugye? Be lehet ide jönni. Ez engem zavar, hogy itt mi van itten. Csak mert itt akadtunk meg? Vagy mi a... Mi a bárcás, nem mondom tovább, dolog van itt a gyerekek. Az etorinos. Hát de mi beakadt meg? Mozdulj már meg, az Isten nem áldott meg téged, hallod? Hát így nem fogunk busz kivontatni, hogyha itt már meg vagyunk tűnmedve. Köl egy vodorút, bazza, vagy valami, hallod? Ezen van valami vontatási pont, ez biztos, hogy nem lesz. Jó van, ezen nem lesz. Hát tegyük rá a buszt, aztán valami lesz. Jaj, gyerekek, mi lesz itt még? Mi lesz itt még? Jaj, te Isten, hallod? Jaj, meg kéne forgatni egy kissé. Aztán a jokosba egy kicsit meg kell előre döntenem. Így. Hallod, ez a busz, ez az végigéri rendesen. Kiszámoltam ezt okosba, mi? Sikerült kilépni, mégse 2 méteres a lépésem. Hát ez milyen széles, hallod? Mi lesz ebből? Én dönteni akarom, nem üdni oldalra.
Az. Ah, jöhet erre hátrafelé. Kicsit még tovább, ugye? Úgy. Van, aztán lassan mehet lefelé, mindjárt megnézzük okosba. A gyereke... Jaj! Azt a bőtjár, valami történt itt a gyerekek. Kicsit izé volt, kicsit meg... Volt probléma. Úgy látom, hát lehet, hogy nem tudom, nem merem rádobni, basszus. Hát vissza kéne nevelni magamra. Őha, ágas korikám. Figyelj, nem rossz helyem van egyébként, nem mondom neked. Hát ez tökéletesen nem lesz rajt. Úgyhogy ledobjuk, jó? Ez, hallod? Megérkeztünk, most már nem tövig van esű, vagy nem tengelyig van esüllyedve a kerék a tréleren. Hanem most már izéig. Hallod, alvázik van süllyedve a tréler. Jaj. Na hát akkor veselkedjük neki a dolgoknak, nem igaz? Hallod még a... Ha hadd szóljon. Megindultunk? Emeli az elejét, hallod? Megvan benne az akarat. Megvan benne az akarat, miről beszélünk, gyerekek? Indul meg, oda nézzé, hallod? Az a baj, a fasát húzza. Hogyha kivennénk ebből a földről, jó lenne bár. Na. Nem lesz itt gond, érzem, hallod? Tudja ez a dolgát. Ja, megálltunk. Megpihentünk. Jó, hát egy kicsit rugunk. Lehet, hogy ki kéne hozni az ifát, gyerekek. Azt meg hozunk egy vonórudat vele, jó? Kihozzuk az ifát, gyerekek, elmegyünk haza. Jó, egyelőre egyébként perfect a izé mutatvány. Az ifát, meg az ifával lehet, hogy tudnánk, hát az ifával vonóruddal tudnánk egy kicsit segíteni. Menjünk haza, futás hazafele. Ugrassunk, engedélyeznétek az ugratást, hogy ne könnyen itt végig evickélni az egészen? Csináljunk egy olyat, hogy így kiválasztós és ugrat. Hát, az ifa? Itt az ifa. Jól van. Hát ezzel egy vonórudat hozunk, aztán oda rá tudjuk fogni. Elvileg. Start your engine! Okosba, el kell menni a módba, gyerekek. Egy vonórud egyébként, azt meg is fogom tartani, hallod? Meg is fogom tartani a vonórudat. Hát ez... Mentés a javából. Hát az a baj, hogy ennek nincsen hátsó csatolója az ifának. Szóval a vonórudat is így föl kell csettintenem ide előre. Nem tudom, hogy ez mennyire lesz nekünk baráti. Nem tudom, mit lehet, mivel lehetne még segíteni, mit tudnánk venni olyat. Ugye, várjál, tudnék valamit venni? Nem tudnék venni, mert ugye úgy van megállapodva a szabály szerint, hogy annyi lóerős traktor veltek, és majd annyiba kerül a traktor, ahány ezer, vagy ahány lóerő, a szor ezer. Szóval itt azért nem lesz az ennyire egyszerű. Meg kéne nézni, hogy nincs-e valami erősebb traktor. Mert ugye ezt nem tudom, vagy valami nagyobb. Figyeljetek, 50 ezrünk, 49 ezrünk lenne rá, tehát ilyen 40 valahány lóerős traktort tudnánk venni, utána meg eladjuk, vagy pedig valamit kitalálunk vele. És nehogy most meg karambolozzuk, mert akkor meg az hiányozza nekem, testvéreim. Hogy fogom ezt elvinni, hallod? Fú, mi lesz itt a gyerekök? Jó. Meg igazából egyébként az ifát eladhatná. Megnézzük, gyerekek, megnézzük először milyen traktor van, jó? Állítsuk meg azt. Mert az ifa egyébként körülbelül olyan, mint a semmit sem jó, semmire való. Nézzük meg, megnézzük az módosításokat. Figyelj, az a lényeg egyébként, úgyis eladom a traktor, tehát megvehetem. Csak az a lényeg, hogy annál drágábbat nem vehetek. Mint 49-es. Na mi van itt? 82-es M10-eket elfelejtelik. Rámos Tiger, 250 ezerbe fájna. Jó, nem. A Dutra az hány ló? 90, jó, azt is el lehet felejteni. 150 ló. 38 ló, azt meg tudnám venni. Hallod, rá se kattintottam. Jó, hát ez, akkor megy a levesbe vissza. Rá se kattintottam, hallod?
Most már... Hallod, valami oké, vagy valamit lehetett volna nyomni, nem? Vagy valami... Nem, komolyan mondom, nem hiszem el, hallod. Tényleg nem kattintottam rá. Egyszer kattintottam rá, nem kétszer. Aj, de jó, komolyan mondom. Johnny az biztos drágább, de egyszer kattintok, nem kétszer. Ursus. Ursus 35 lóerő, hát ilyen nem van mondjuk, az a sokra nem megyünk. 48 lóerő. Kis Ferguson, hallod? Így. Van nekünk egy Weimarunk, hallod-e? És ezért buktam 9000-et. Ja nem, ez az Ursusunk van egyébként. Van nekünk egy Weimarunk. De azt meg elvinni oda. Megvegyük azt a Fergus, figyelj, eladom a izét, eladom az ifát. Most jó, nagyon, nagyon rácsöztünk ezzel. Ezt eladom. Ez nem ér, ez semmiképpen nem érdekel. A 9000-et buktunk, az visszaírhatom, srácok, mert igazából nem volt semmi. Semmi nem volt olyan. Autók esetleg? Jó, de hát most egy autót nem kéne venni azért. Teherautók, jó, a traktor kellene, a traktor kéne. Volt itt egy Ferguson, amelyik egész jó volt, 60 valá, vagy 40, ezt ugye mindenképp úgyis eladom vissza, tehát erre van pénzünk, ezt meg tudom venni, és a végén úgyis eladom. Csak az a baj, már lassan ott tartunk, anyagilag, hogy nem fogja megérni basszus ez az egész. Jó, veszünk egy Ferguson, megnézzük. Hát remélem, hogy ez egy jó, jó választás volt, mert nagyon félek, hogy nem. Hát, öcsém, gyerekek. Jaj, more. Mondjátok, hogy ez ki fogja húzni azt a kotlátoddal. Hey, te fiú, na mi ez? Ja, ez is egy... Ez is egy... Most... Ez miért? Ferguson, ez volt ilyen traktor, hogy Ferguson és Ursus? Na most aztán biztos megköveztek, hogy nem tudom. Na srácok, talán. Talán megtörténik az esemény. A ladával bevágottál a izébe, sárba gyerekek. Jó, lemegyünk, azt valamit okozunk, mert itt nagyon-nagyon-nagyon el vagyunk. Anyátlanodva, hát imádkozzatok, hogy ez kihúzza el. Ha nem, akkor vissza kéne jönni egy vonórudér még. Mondjuk a vonórudat megtartanám, mert ugye az egy hasznos dolog lenne. Jó, aztán itt megyünk kább le a földre. Aztán egyel talán jobb, nem? Egyel talán jobb, mint a másik Ursusunk. Remélem, hogy egy kicsit erősebb lesz. Meg kellett volna nézni egyébként a garázsba, hogy a mi Ursusunk. Egyébként ez MTZ nem a miénk, hanem ugye csak így van megcsinálva. Ugye azt meg kell, ki kell mentenünk majd. Egyébként itt volt a Weimar. A Weimarra lehet, hogy megoldottuk volna. De ez az Ursus, ez csak 30 lóver. Ez viszont 63, ugye? Nem, 48. Hát bízzunk benne, hogy ez el tudja húzni. Megint mit lett a keeper, basszus? A bolondja, mi? Jó van, küldjük neki, valami lesz. Érzem a jót, jót érzek, srácok. Hát ez nagyon le van pattam, mi ez? Használt ez a traktor? Le van izére, le van lakva rendesen. Meggyűjtünk a rettenette. Olyan traktor. Na, nézzük meg. Hasonlítsuk össze kettőt kapásból, hogy így megállunk. Milyen jó hangja van. Há?
Ez űrtechnika gyerekek a másikhoz képest. Orsúly minden van, hallod? Viszont ezt nem kell elhúzni, mert ezen nem lesz első csatoló. Jó. Szerencsétlen izé... Szerencsétlen kis úrzuszom, hallod? Kénoztam itt apám. Szerencsétlen, jó, állja félre, vagy nem tudom. Elmegyek egy kicsit távolabb vele. Lassan már nem fogja megélni ez a hatalmas nagy üzlet, amit én itt kitaláltam magamnak. Jó, ezt is megállítom közben. Ő is itt zakatol, ne zakatolj. Viszont ennek jó hangja van, oda nézzetek, azért el van süllyedő ez is. Jó hangja van. Na nézzük. Na? Mit fog bírni, gyerekek? Nyomunk neki egy retteletest. Nem hiszlek el, bazza, nem. Komolyan mondom. Hát még a másik is jobb volt ennél. Konkrétan szerintem úgy fölhasalt ez az egész szerelvény a basárba. Jaj, de kár. Nem hiszem el. Az a baj, hiába hozok vonorurat, ugye arra is egy nagyobb gép kellene. Ez nem fog működni így. Tudjátok mit? Álljunk meg! Állítsuk meg ezt az örgő-csörgő masinát, hát ez nem jobb, mint a régi volt. Sőt, szerintem egyen rosszabb, úgyhogy ez melléfogás volt. Pörgessünk egyet, jó? Nyomunk egy pörgetést, aztán akkor elválik, hogy még rosszabb lesz a helyzetük, vagy jobb. Legalább valami kitalálódik. Nyomunk egy spint, oké? Aztán lássunk csodát, hogy mi fog történni. Most már valami jó érés történjen ebben a részben. Jaj, close. Spin! Let go! Hát a 22-es, fogalmam sincs gyerekek, hogy a 22-es mi. Ugye, hogyha ilyen nem jó sorskártya, amilyen igazából nincs értelme, akkor újat kell pörgetnünk. 22-es sorskártya, nézzük. A kártyán próbálsz földet nyerni, dobj újra, ha a szám páros, akkor nyersz! Legkisebb, ha páratlan, akkor buksz 25.000 eurót. Tehát, a páros szám, akkor nyerünk, gyerekek. Ha páros szám, akkor nyerünk. Biztos, hogy páratlan lesz. Na, nézzük. Ha páros szám, akkor nyerünk. Gyerekek, ez nem a mi részünk, hallod? Á, nem hiszem el. Komolyan rendesen le vagyok idejön, le vagyok taglózódva. Hát ez a kotla, nem húzza azt el. Megpróbálom még a másik kömmel, még azzal is jobb volt. Nem, egyszerűen nem tudom felfogni, hogy mit kellene csinálni, de van egy-két ötletem, azt lehet, hogy megpróbálom megvalósítani. Figyelj, tudod, mit fogunk megcsinálni? A dollit egy kicsit leakasztom, lehet, hogy akkor odébb tudunk menni vele. Az a baj, olyan alacsonyan fogják egyébként. Akasszuk le a dollit már. Úgy. És akkor... Aha. És akkor nézzük meg, hogy egy más irányból megrántani. Mi a bánad van? Gyerekek, ez a traktor, ez még rosszabb. Nagyon alacsonyan... A kicsi Urzuson még jobb volt, nem? Ja, bocsánat. Sorskártyák eltüntetése, ne haragudjatok. Na, a lényeg, hogy a dollit leakasztottam, most így föl van támaszva. Viszont ez, a traktor, azt nem láttátok, de még a dollit se tudta kihúzni alóla. Úgyhogy, itt valami csinóbli van.
Ez a kis traktor nekem eddig annyira megfelel, most meg... Rá kell, hogy jöjjek, hogy egész jó. Csak hát nem erre a feladatra. Itt egy rába vagy valami úgy vinné ezt, mint a rongyot, tudjátok. Csak nincs rábánk, sajnos. Próbáljuk meg a dollit kihúzni egy kicsit. Ez jobb ez a traktor, ez jobb ez a traktor. Meg kellene próbálni valahogy máshogy meghúzni ezt az egészet. Fönnáll egy ilyen dombon és szerintem tök lehasal. Meg kéne próbálni keresztbe egy kicsit, vagy nem tudom. Össze-vissza rúgni, elég nehéz irányítani. Valamikor megindul, valamikor meg egy helybe áll. Megpróbálom így keresztbe meghúzni. Hát ugye kellene a pont. Föl se tudom csatolni, bazze, olyan hülyén áll. Gyerekek, az úgy jó lesz, hogyha... Hát mondjuk elég szarult adotta oda. Hát ebbe a dagogyába, srácok, ez a... Ebbe az azért most már föl kéne csatolódni, nem? Azért elég közel van. Ez nagyon, nem, nagyon rossz helyen volt ez a busz. Lehet, hogy az kellene... Van még egy megoldás. Gyerekek, van még egy megoldás. Ez így nagyon nem jó. És az az érdekes, hogy nem is akarja fölcsatolni, figyeld. Ja, így mi? Így jó. Oké, jó. Megpróbálunk még valamit, hogyha nem megy, akkor van még egy nagyon... egy fura megoldás, de lehet, hogy működhet. Aha, ez nem lesz jó így, gyerekek. Oké, figyelj, le kell venni ezt a buszt innen. Le kell venni ezt a buszt innen. Annyit tudunk csinálni, levesszük a buszt. És az útra kimegyünk a szerelvényjel. És ott megpróbáljuk oda, ott fölrakni. Megpróbáljuk az úton megoldani ezt a dolgot. Remélem, hogy nem az egészet akarja emelni. Az a baj, ez még kevés. Az nagyon jó lesz, hogyha az egészet akarja emelni majd. Jó. Megvan a buszunk. Ó! Kicsit furán áll. Semmi baj. Jó, gyerekek. Kiszállás. Nem tudom egyáltalán ki tudok-e ide menni ezzel. Induljunk meg, induljunk meg. Indulj már meg! Indulj! Na, mozog egyáltalán? Aj, nagyon lassan, talán megindul. Fönn van egy ilyen kupacor. Ú, basszus, ez ahogy a terepbe besüllyednek a dolgok, ez nagyon reális. Viszont nagyon-nagyon meg tudja szivatni az ilyen járműveket. Na, menjünk innen ki, nagyon gyorsan! Ez az, nyomjad neki bazza, nyomjad neki, nincs megállás. Kimegyünk az útra, aztán megpróbáljuk ott fölrakni. Nem vagyok az a feladós típus. Nagyon nem autentikusan, nem akarom csinálni, tehát ilyen... Várja. Hát, itt elég üres a rész. Az a baj, itt forgalom van, úgyhogy... Menj fel, ajjaj, ne! Hülye ötlet volt, és jönni fognak az autók.
Merre fognak a kocsik? Hát ilyen átlóssal így fölmehetünk. Pont jönnek a kocsik. Így szerintem föl tudja húzni. Leszarom. Jövök, bazza, ne hagyjuk nekem, gyere! Tibi! Jó van. Vissza kéne fordulunk, ugye? Egy jó nagy ívesen. Hát öcsém, a forgalomba ezt megcsinálni. Így. De jó, leállunk. Innen el tudunk indulni a szódzér. Így, és akkor nem zavarjuk a forgalmat. Na gyerekek! Most ezt próbáljuk meg. Hűte fiú, az mi lesz itt, öcsém, tele van csekvettel, még egy stílt is követnem. Le kell vonnom 25 ezeret, nem tudom levonni sajnos, most le fogom vonni, így értek el. Nem akarom el is másolni. Jaj, gyerekek, hát ezt ahol, hogyan? Itt van a izé minden is. Köveni és stílfűrészet is, basszus. Jó, hát kölveni egy stílt szerintem, vagy vissza kell tolatnunk egy kicsit, mert itt jó lenne. Úgyhogy itt valamit nem tudom, okozok, megpróbálok visszatolatni. Hát nem lesz rövid ez a rész, úgy látom, de azért maximum kettő részbe csináljuk, de nem fogjuk feladni. Eddig eljöttünk, összevettünk minden gépet, sorskártyán buktunk 25 ezeret. Hát az édes adja valaga az. Valahogy vissza kéne okosba tolattom, egyenes beszedem. Hát annyira tudok tolatni Dollival, gyerekek, ne tudjátok meg, én vagyok a virtuóza ennek, gondolhatjátok mennyire. Jó, hát az aszfalton el tudnánk ezt vonszolgatni. Jó, van, gyűn valami, neki megy, hát ő baja. Hát le se állítom szerintem, gyerekek. Ja, itt ezen a nyiladékon itt megpróbálunk bejönni. Hát! Rohadt nehéz ez a busz. Megpróbálunk a nyiladékon. Figyelj, rakok egy tempont hegyet, aztán megindulunk, mint a tavaszi virágok. Úgy. Jó, el is férnek mellettünk, úgyhogy frankó minden. Az a baj, úgy orra bukik ez, hogyha egy kicsit megy a súly előre, belengünk, nekünk végünk lesz, mint a bottak. Ojjaj. Várjál, hátnyomok. Ja, akkor kicsi lesz a golyó, jó van, oké. Jó, szépen így elvánszorgunk, gyerekek, nem kapkodunk el. Inkább legyen minden szuper, jó. De hogy fogunk hazajutni? Ne is kérdezzétek. Mert az a baj, lehet, hogy lesznek olyan utak, fölünk követni, fölön volna tárképezni az egészet valamivel. De hát mivel, basszus, nincs a járművők, most van kettő traktorunk. Azokat mindent egyébként eladok majd gameplayen kívül, levonom a 25 ezeret, aztán nulla dolgban lesz az egész. Hát figyeljetek, 30 ezeret keresünk ezzel a projekte, 25-öt buktunk, hát nem a legnagyobb biznisz lesz a világon ez a rész. De hát most már nem engedjük el, ha jaj. Nehogy burulj előre, attól félek, előre burul az egész kotla. Nem szabad a darut előre dönteni, az semmiképpen, hanem inkább menjünk még. Ezt különben imádom egyébként magamban, megmondom őszintén, meg egybe utálom is, hogy nem tudom feladni. De hallod, ezek ráki mennek ennek a rohadt trailernek? Hát hülye vagy, gyerek? Jó, lassan meg kell állni. Oké, álljál meg, és akkor lefele engedjük szépen, akkor, amikor arra van dülve, vagy arra van lendülve. Nem dülve, lendülve. Úgy. Várjál, lendülj. Most le! Ki volt találva, bazzel? Nagyon jó. Oda ne, azért. Úgy, le ne essé, testvérem az úrba, mert akkor meg még idegbeteg leszek. Hát nem a legjobban áll, ugye? Figyelj, inkább meg kéne igazítani, mint szoporroller körünk itten. Megint ezt meg kell növelni. Még nem akadt rá.
most már igen, jaj, de jó. Még egy kicsit körbenni előre, gyerekek. A kerék legyen bele a kotlába. Ja, nem megy, oké, most akadtunk meg, hallod? Nem mondom neked, most akadtunk meg. Kéziféket húzzál, hogy valami legyen, bazzá, mert nagy a baj. Hát előre kell döntenem szerintem, mert bo... Uha! Valami megakadt, nem tudom mi történik, de taszigálja az a jármű. Ó, bazza, mi van itten? Nem jó, segge nem jó. Nem jó segge, várja. Hátrébb kéne tolnom egy picit, mert nem fog jó lenni. Nem fog lemenni, nem fog lemenni. Ha nem akar tolatni. Meg vagyunk tümmerve, gyerekek, meg vagyunk tümmerve. Szerintem a busz már így meg van akadva a busz miatt. Jó, hát itt valami legyen, nem? Jó, az becsukszik oda. Mindjárt jobb. Tökéletes, tökéletes! Izgalom a tetőfokára, hány gyerekek, komolyan mondom. Ez képest egy PUBG mérkőzés, kutyafasza. Kimondtam? Vagy csak hangosan gondolkoztam? Kimondtam szerintem, jó, hát itt egy kicsit ide lelóg. Ott meg a másik, morre most meg erre akar leesni, mert jó lesz akkor nekünk. Az a baj, nem kéne leesni, mert akkor meg a daru. Nem lesz a közelbe, hogy én ezt még agyusztálgassam. Jó, hát nem tudom, csak nem esik lelem. Jó van gyerekek, akkor figyeljetek, egy izét kellene skubiznunk, térképet. Akkor mi vagyunk most erre honnan? Hon vagyunk mi is? Mi most hol vagyunk egyáltalán? De tényleg hol vagyunk? Itt vagyunk, ugye? Nem itt vagyunk, de itt vagyunk. El kell menni erre, át a vasúton, more. Hú, te hogy lallod? Hogy fogok ide jutni? Aha. Én mindent körbe? Hát figyeljetek, igazából minden körbe. Csak ne gyűjjön a izé, ne gyűjjön a vonat, mert az meg kiajzik nekem. Na, nyomjunk egy tempomat, ötöt, ezt induljuk meg, mint a tavaszi virágok. Jó van. Szembesárba vagyunk. Át kell menni másik oldalra. Azt a testvéreim az úrba itt azért ki van találva, mi? Ja, csak le ne essen. Nehogy nekem gyere, mert megvadulok akkor. Jó van, kicsit neki türüközünk. Egy tízzel, jó? Tízzel szépen okosba végig. Buszra figyelünk. Ho-ho! Az Ikarusz egy kicsit nem jó állapotban van. Annyi gyerekek, hogy a busz megállóba el kell ülni, jó? Azt ott úgy szerik le, hogy akarják. Ez lesz a projekt. Jó. Figyeljetek, az a lényeg, hogy ragadjon a bélyeg. Ott megyünk. Ja, Istenem. Remélem, hogy nagyon sok emelkedő nem lesz, mert attól azért lehet, hogy tartok egy picit. Figyelj, tegyük neki. Nem gép, ha nem bírja. 15-tel azért repesszünk a buszocskával. Nem kéne nagyon lemenni, mert nem akarom, hogy lepiszkálódjon a busz innen. Meg ilyen táblákban nagyon deakadjon el, meg semmibe is. Semmibe se. Jó. Szóval azt sem tudom, mit merjek nézni. Kicsit fésódérosan áll ez a busz. Hát mindenképp erre kell mennünk, ugye szemből biztos, hogy nem fogunk tudni abba az Y-ba elfordulni, azt hogy fel lehet felejteni gyerekek. Úgyhogy ne akarjuk a rosszat magunknak, hát itt jó leköszön, mert nem tudjátok. Akkor önbe beleakadunk a járművekbe. Visszaszedi a kép a rokosba, csak le ne pöttyenjen a busz, hát jó, valaga jó le van, mi?
Valaga jól nem van. Nem lett lekötni. Hoppa, fölmegy a lehető, hallod? Hattal megyünk. Jaj. Négyel. Jaj. Átfér, nem lesz alagút, basszus. Így gyerekek, hallod, a hengerfejket kilőjük a holdra szerint. Azt, meg még emelkedik az ejtő, bármint még nagyobb lesz a part. Őha. Így hintáztatni kell, basszus, vagy valami. Hát megőrülök. Hűha. Szerintem emeli az elejét, ha. 3, 2, 1. Jó van, hát ez nem megy fel, gyerekek, azt hiszem. Azt mondta, hogy vége van a mókának. Hát ez akkor jó van. Akkor lehet, hogy el kéne futnom a izajért, a másikért. Megpróbáljuk az egy kicsivel nagyobb lóerő. Hát ezt nem hiszem el. Ekkora hülyeségek. Hát mekkora port ez, te Isten, hallod? Végül, hogy nem tél van. Izé, fökére sózni. Fotelrá volt egyszer olyan traktorra ment fel a izén. Ráadod a parton. Part tetején úgy gondoltam a traktor, hogy nem megy tovább, jó jeges volt. Aztán így visszacsúszott. Úgyhogy a pótkocsi így begyűrődött, tudjátok, csúszott le végig. De a legjobb egyébként pótkocsi sztori, amit így el tudnék mesélni nektek, az marha jó volt. A aratott egyedül a szőlőhegyünktől oda lehetett látni egy nagy meredek dombhoz. Na, hát remélem, hogy ez legalább föl tudja vinni, vagy valami, mert nem, akkor megbolondulok, gyerekek. Le sem merek ott fogni, mi lesz, hogyha ott lefogom? Izé fogja meg majd az ill. Megpróbálunk lefogni, nem tudom, mi lesz itt, úristen. Gyerekek, a gumi meg elposztalik mindjárt, na? Most ezt lefogom, aztán lemegy az aljába a lejtőnek ez. Nem mert ugye kipányvázza, kirakja. Ó, te. Szegény Ursuszom, tényleg izé hengerfejes már, hallod? Na majd a izé, majd a rettenet, figyeld! Az űrhajó. Mindjárt mondom egyébként ám azt a sztorit, csak valami történjen, mert a bajok nem kicsik. Hallod, ez még izébe? Vagy szólóba se akar fölvenni itt. Víte. Na, tegyük neki a... Tehát ez... Megindultunk hátrafele inkább. Jaj! Hát ez nem jó, gyerekek. Hát ez nem... Ez rosszabb, mint a... Ez az Ursus hiába több lóerő, hát ez egy nagy kalap szar. Vagy Ferguson, vagy nem tudom mi. Nem tudom, mit csinálja a gyerekek. És meg vagyunk itten tümmedve. Hát hallod, ez még nem akar fölmenni üresbe se, vagy szólóba se. Hát a szemed álljon meg neked, hallod? Hát ez a... Ezt sose adom el, ezt a gépet, most látom, mert ez nagyon jó lesz. Csak nem viszi föl. Úgyhogy akkor most már megint mit fogok csinálni? Itt kitalálni, ha? Hozzom a Weimart. Lehet, hogy a Weimart föl tudja húzni. Ki tudja aztán, érted? Tök lehet, hogy jók a gumik rajt. Jó tapadós gumik vannak rajt, nem tudom. Hát ez... Gyerekek. Ez nem fog fölverni, az biztos. Hát hallod, elmegyek a Weimarért, komolyan. Elmegyek a Weimarért. Nem tudom elmesélni ezt a sztorit, amit akartam. Na jó van, akkor izé, ibetű, aztán jön a Weimar. Hallod, már minden is, minden hangszer játszik. Most megláttátok olyan MTZ-t, amelyik el van rejtve. A daru az ott marad. A Combine, bazze, lehet, hogy Combine-nak kéne megrángatnom itt a dolgokat. Ezt lehet, hogy az Ifaled volna nagy ötlet. Hol a Weimar? Itt a Weimar-e. Weimari köz... Na ezt meg elindítom, csörög-zörög, olyan hangja lesz, meg tudtok bolondulni, hallod? Ezt hogy kell ezt már elindítani? Hogy is szoktuk? Kézifék vagy öreg anyám? Ez hihetetlen ezek a... Hol van a kézifék? H betűvel, nehogy egy egyszerű. Indulj el, kis
egy úton vagy valami legyen már veled. Engine on, numpa enter. Nem indul el. Mi van? Miért nem indulsz el? Nem hajlandó elindulni, nem hiszem el, gyerekek. Na végre. Na, aztán most a csörgés-zörgés lesz egész végig. Na mindegy, legalább megnézzük ezt az utat. Úgyis kíváncsi vagyok rá. Na mi van? Kézifék ki van engedve? Megindulunk még máma? Ez egyáltalán tudja az vontatni, nem tudom. Egyébként ez jó, komolyan megy. Megy ez, mint az őrület. Jó, legalább megnézzük ezt az utat, jó? Hát ezt már nem... Egyszer, az a baj, leamortizálom az összes jármű, mert figyelj, ezt a kanalat lehet le kéne raknom magamnak. Ugye lerakom ezt a kanalat, jó? Legalább azt nem töröm össze. Mert itt a himbálódik rajtam, nem biztos, hogy az jó lesz nekem. A gyorsan egy tempomatot küldjük neki. 30 a vége ennek. Jó ez? Ez lehet, hogy ez fölhúzza. De lehet, hogy nem is tudom azt, ezt ráakasztani egyébként. Akkor nagyon rá fogunk cseszni, de majd mindjárt kiderül. Legalább megnézzük, hogy merre kellene elhozni. Hát itt folyamatosan végig elhozni, az nem lenne egyszerű egyébként. Ja, szemben egyébként a szőlőhegyünkkel volt egy ilyen nagy domb. És egyedül aratott egy csávó. Forgózsámoly és sportkocsi. Ki volt ékelve. És így hordta bele mindig a szemet. Egyébként ezeket a ízeket, földes útakat is hogy meg kéne nézni. Hordta bele mindig a szemet, és akkor egy ülünk a faterral ott a pincénk előtt, és látjuk, hogy a csávó, bele, amikor már majdnem totál tele van a pótkocsi, beleengedi a szemet. És a izé, és a pótkocsi elindul lefele a lejtőn, így robog, így pattog, már akkor így kezdett így föcsögni ki belőle a szem, ugye a mag, a mentő gabona. És basszus a legvégén, már a le, vagy a nem a legvégén, de a lejtő alján keresztbe csapódott basszus a forgósámolyosnak a tengelye, úgy fölborult, mint a szar, az összes gabona meg ki a földre. Na várjátok, valahol itt lesz egyébként, nem lesz ám annyira messze. Csak ez alatt a hidat lehet, hogy nem férek át, úgyhogy ezt is lehet, hogy kerülni kell. Hát itt azt a gémet is lehet kicsit lejjebb hajtom. Nehogy, nehogy. Hallod, ez nem fog átférni a busz alatt, az biztos. Sőt. Ő. Jó. Hát ez nagyon necces volt. Vasút átkelő, minden van itt, te Jézus Mária. Hol van a busz már? Rendezni kell a sorainkat mindenképpen egyébként részvégén, ugye anyagi szempontból. Minusz 25 ezeret le kell vonni. Érkezik a gyors reagálású Weimar. Egyébként ez is egy Porsche. Ezt gondolom, hogy mindenki vágja. Van egy... Ja, egy szóval van, írja, hogy Porsche T174 2B. Küldtetek egyébként Discordra még, amikor ezt beraktam. Képeket sajátokról, volt akinek volt sajátja. Úgy de jól néznek ki ezek a hidak meg minden. Egyébként volt van... Hát, ja, cseszthetem a földes utat, nem? Hát lehet, hogy valami földes úton is meg lehetne ezt oldani. Hát én meg az izén akartam fölhúzni ugye a földön. Gyerekek itt végighúzni ezt a buszt. Nem vagyok benne biztos, hogy a legszerű lesz. De szerintem itt lesz lassan. Ó, itt is van ám egy nagy emelkedő. Itt végig ilyen emelkedők vannak, úgyhogy ide valami nagyon komoly gép kell, vagy pedig nagyon lekotkorálunk. Hát, mennyi? Hát, hogyha nem sikerül a forsrittel, úgy, de nincs szerencsénk egyébként. Soha nem kapok semmi olyan sorskártyát, ami ilyen drasztikusan megváltoztatná jó irányba a játékmenetet. Na, itt lesz. Lesz egy jobb kanyar, meg egy bal kanyar. Utána megint egy jobb kanyar, és szerintem itt lesz. És azért nem fog átférni a busz itt, hallod?
Iha. Hát ezt azt hittem, hogy eléri. Srácok, itt nagyon rácsiszünk. Figyelj, itt a... Ezt én nem is tudom, hogy fogom tudni megoldani. Hát ha nem tudjuk ráfogni, akkor még egy dolgot tudunk próbálni. Hogy vonórúd, és a traktoron áll. Félállok a traktorra, megnézzük a forsét, te föl lehet-e fogni ezt. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy ez föl lehet. Szegény lada, itt követsz meg, öcsém. Ez súlyra szerintem nagyobb ez a forsét, meg lehet, hogy lóerőre annyira nem, de ki tudja, lehet elég nyomatékos. Nem fogod tudni fölfogni. Na gyerekek, mi legyen? Tudjátok, mit fogok csinálni? Megírjátok, hogy mi legyen. Nagyon el vagyok veszve. Tudjátok, hogy hívják ezt, amit csináltunk most? Adtunk egy szarnak egy papont. Kihoztuk az összes gépet. Figyeljetek, írjátok, mi legyen. Rendezem a soraimat, nem tudom, béreljek valami gépet. Nem tudom, mi legyen, gyerekek. Még gondolkozzunk egy sort, jó? Megállok itt az út közepén. Az a gond, ugye, hogy... Traktorokat nem tudom venni. Terrautókban nincs valami nyergesünk? Ez a baj, nem ír róla semmit, tudod. De hát az is kurva... Ja, várjál? Az is drága lenne, nem tudnám megvenni. Hát de meg nem is biztos, hogy felhúzza. Ez egy nagyon... Nagyon-nagyon-nagyon nehéz szállítmány. Nem gondoltam. Nem gondoltam, hogy ez ekkor így kifog rajtunk. Húha. Jó, hogy balesetet nem csináltuk. Álljon meg, MTZ-vel segítsen már, vagy valamit legyen veled. Traktorosnak segítsen már itt. Zetorinas. Megakadtunk. Volt már itt terrautó, be lehet ide gyűni, ugye? Most ne jöjjön semmi, gyerekek. Megfordítom. Nem tudok mit kitalálni, ezt meg kell fordítani. Várjál! Nem mondod, hogy itt van egy... izé? Meg lehet, nem? Nem, ki mondta, hogy nem. Éppen megfordul itt. Nyomunk egy-egy éveset itt a csém. Próbáljuk a másik irányba. Szóval valamit majd kitalálunk út közbe. Vigyázz a izébe! Jó, ott mögöttünk jön valaki, annyi esze van, akkor gyűjjön nekem nyugodtan. Jó, nem ment nekem. Jó, mennyi, haver, mennyi? Ne, az első kerekemet elütöd.
Izé lesz. Harakiri, bazze. Na jó. Megnézzük a másik irány, gyerekek. Nem tudok mit kitalálni. Nem egyszerű az élet. Megnézzük a másik irányt. Megnézzük a másik irányba, fölmegy az a dombon. Egyébként itt egy Tomb Raider, lássátok? Vannak itt csajok is. Hány éves a Tomb Raider? Van már, hogy 30, nem? Mármint 30 éve volt. Ilyen 20 éves. Lehet, hogy ez az útvonal egyébként jobb. Megpróbáljuk, srácok, nem bírom ki, hogy nem. Figyeljetek, rálépünk a gázra, megyünk 16-tal, 17-tel. És figyeljetek, tudjátok, mert kihúzatjuk mind az őrület, amit bír. Úgy. Aztán tényleg kilőjük a hengerfejet az űrbe. Előbb oda fog érni, mint Elon Musknak a roadsterje, Tesla roadsterje. Majd megnézzük, mi ez? UFO-k nézik, itt egy Ursus hengerfej. Ezt leköpi mindjárt, az biztos. Kilövi a izéket. Majd azt mondtam, hogy gyertyákat. Ez úgy eres lenne, mi? Egyébként az Ursus 23%-ra már le van dimincselődve, de tudnám, hogy miért. Itt már ez az emelkedő is egyébként beteszi a kaput. Ez nem ennek a traktornak van kitalálva. De viszont az hálás dolog, hogy tök reális. Jó, az a baj, itt is lesz egy nagy emelkedő majd. Az a baj, hogy a faluba, a új lakon biztos, hogy nem fogunk tudni elfordulni. Ugye forgalomban, elég nagyon nagy mázling volt a forgalommal. Gyerekek, jó, itt föl tudunk menni, ugye itt még a jobb kanyar után lesz egy nagyon nagy emelkedő, hát nem baj, hogyha lassan megyünk, oda lényeg odaérjük. De a falut valahogy meg kéne kerülni. Egyébként, ha meg tudnánk kerülni, mondjuk az Y, hogyha nem megyünk el balra, az én földemen keresztül meg lehet oldani ezt. Az előbb azt hittétek, hogy feladja a képen a nagy francokat. Figyeljétek, 30 ezer pénzünk benne van ebbe. Belefektettünk egy csomót. Azt a 9000-et az visszaadhatom magamnak, mert véletlenül vettem egy traktort. Léci, 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 léci. Léci, léci, léci. Léci. Jó van, csak menjen föl, itt menjen föl, menjen föl. Lenne egy 82-es MPZ-nk, az kizébe bazza, 9-be. Országút 9-be itt hasítana fölfele. Hazara jó recsegős hangjával, tudjátok, nem így ilyen lagymatagon. Csic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 s
Egy. Nulla. De miért nulla? Miért nem megy föl ezen a lejtőn? Hát ne haragudjál, de... Ezen a lejtő nem mész föl. Hát ez nem olyan nagy lejtő, basszus. Na majd mindjárt meg... megnoszogassuk máshogy. Kipper izébe megy. Kitaláltam. Oda-vissza kicsit. Azt akkor ugye... Talán jobb lesz az. Mindjárt megoldom, nem érdekel. Nem érdekel innen, már menni elköl föl. Jó, akkor a mázlingba, hogy pont nem jön semmi. Ne kiabáljam el, mert mindjárt jön valami. Ja, hát itt ér véget a tudomány konkrétan. Jász, haver, mert neked dolatok, még neked is fizethetek. Jó, gyerekek, mégiscsak feladási lesz? Nézzük meg egyébként, mi van itt még. Istenem. Hát ezen a lejtőn fölmentünk volna szerintem. Onnantól jó lett volna, de nem megy föl ezen a lejtőn. Másik úrzusz hiába hozom. Más traktor meg nincs, ami potenciálisan jó lenne, ugye? Ja, ezen a lejtőbb fölment volna, meg ezen, akkor jó lenne volna. Nézzük már meg a traktorokat, már kíváncsi vagyok, mert már megőrülök. Kis traktorok, várj, de miért mindig a kis traktorokat nézem? Itt nincs kis traktorok, meg nagy traktorok.
Jó, tudom, egyébként meg lehetne venni, de az elveimmel ellentétes lenne a dolog. Kátszvált lóerő, ezek azért fűnnék mind a rongyodba ezzel. Itt így 6 fa 3 lóerő, a Zetor. Fú, de nem bírom, hogy nem tudom feladni egyébként, nekem ez egy akkora betegségem. Mi van, elindulunk még ma? Nekem egy akkora betegségem, hogy nem tudom feladni. Ez vissza sírva is látszok. Egyébként ez a... Ebbe még bízok, meg egy vonórútba. Ebbe meg egy vonórútba még bízok. Nem akarom megszögni a saját szabályaimat, mert nem lenne rá értelme. Torony iránt! Azaz, menjél be az a mindenen keresztül! Bolond gyerek! Egyébként valami fődesút jó lett volna, basszus. Hát szerencsétlen izével is Weimarra mit csinálok, hallod? A szántáson köröszti pattog. Így kéne... izével nem, mi az? Játszanom. Jó van, hagyjad már képerre. Nem akarom megszegni a saját szabályomat, nem akarok nem autentikus lenni. Jó, egy Weimarral főhúzni a lejtőn, egy traktort, azt mondjuk azt, hogy azért az még belefér, ugye? Az még belefér! Megbolondul a képer ebbe a részbe! Azt tudni! Mindjárt vagyunk új lakon, ne aggódjatok, mindjárt beérkezünk a faluba. Aztán már megyünk is videőrültek. Itt is valahol át kéne menni, ott van fődesút, ugye? Valahol volt. Ja, megyek, ez úgyis idővel el van száradva. Fut ez, van ez. Mindjárt hozzunk a vizet. Gyerekek, lehozzuk, temető mellett elmegyünk. Templom mellett. Gondolják a vizet, a Weimaros mit keres, hogy le kéne lenni a vizet a tüzépednek. Ja, itt a földes út. Na, itt volt a földes út, jó van. Tököm kirázódik itt. Remélem működik az a hátsó csatoló. Kipróbáljuk először a portkocsit. Na. Nem győz senki. Ha olyan hangja van ennek, dobhártyám kiszakad. De egyébként egy nézőm írta egy kommentbe, hogy ez tök autentikus, mert amikor beszokott jönni az utcába, meghallották a Weimart, olyan hangja volt, csörgött, minden volt vele. Várjál? Aha. Jó, monorúdat köszerezni. Azt a bazza, milyen hang ez, te! Hagyjál már! És a vonalrudat megtartom, mert ezelőtt is, hogyha megtartottam volna, akkor nem kellett volna most megint bennem vonalrudat. És melyik felére kell állni itten? Elvileg a zöld felére állsz. És akkor megpróbáljuk a traktort felhúzni. Izével, Weimarral. Hát öcsém, hogyha ez össze fog jönni, akkor az brutális lesz, öcsém. Ecsém, focsiga. Tehát sajnos most végig fog portatni. Ez a vonórúd. Egész. De egyébként nincs messze ám. Nincs messze a cucli. És föl kéne emelni, aztán akkor elférnek alatt a zsigulik. Rendesen rááll a szemem már, hogy merre jönnek az autók, meg merre nem jönnek. De még itt is elhúzni a buszt, figyelj, hallod, itt azért lesznek gondok. Na azt mondom, hogy behúzod a faluba, remélem, hogy elfér mindenhol. És akkor áthúznánk az én földemen. És akkor a hátulról be tudnánk vinni a busz megállóba. Vannak kihívások. Hát ezt a sorskártyát, ha akkor húzom ki, amikor már így megvan minden, jól félreállok, mert itt látom, jön a TSL-nök. Befordulsz?
Gyere nekem nyugodtan, nem látod? Nagyon. Figyeljétek, ott van a busz, ott. Még ilyen kocsisor keresztben hosszában, mert ott hagytam a traktort, és jaj, te mi van ott, te Isten. Mondom, még kikő kecvereg nem bele. Na, megpróbáljuk itt a lehetetlen, jó? Hát még mindig bizakodó vagyok, nem tudom, látjátok, hogy tényleg nem szeretem feladni a dolgokat. Óvatosba. De ez hogy egy Uber szívás lesz az egész, és úgy fogok, nagyon szomorúan fog ez véget érni ez a rész. Ó, de persze, menjél neki. Na, kösz, haver. És akkor tolassak rá, mi? Akkor itt van a jaj, mentő is. Meg fog murdölni benne az ideje az öreg. Mert tolassa ezzel a vonóruddal, ja. A körözbe át. Alattunk, kávé. Hát ez kérvény ezzel tovatni. Nem arra megy el, ma már akarod. Á, te fiú, hát... Nem úgy viselkedik, mint egy portkocsi, mielőtt írnátok, mert hiába szerem át oda. Akkor is arra megy, látod? Miért arra megy? Miért a íze zsigulik meg a... Miért nem tud ez normálisan menni? Ez a nyomorult vonorúd. Jó, akkor nagy gázza, vagy valamivel. Na! Hát meg fogok süketülni ebbe a vördába egyébként, ezt le kéne akasztani. Basz ez! Milyen a hangzavar! Engedjük el a mentőt, mert itt meg van már balandulva. Lökösét megkuzom, 20 ezer basszus. Menjetek a rákba innen. És azt tekerhetem a kormány, könyökem kiszakad. Szokosba rá kéne állni. Kb. Egyenesbe. Jó közel álltam ezzel a Weimarra, hogy az ilyen hülye voltam. Meg úgy kéne állnom, hogy akkor már vonórúd csatlakozási ponton legyen, és akkor nem kell sokat szenvednem a Weimarral. Így. Na, itt tolodgatok az egy méteren. Nagyon-nagyon tudti. Na! Föl kellene vigyázz... Ja, jó van, oké. Okay. Ezért tolodgattam mi. Na! Jöhetővé már. És akkor nézzük olyat, elvileg lesz... Attach object, ötös. Ja, nem az, ez. Elvileg attacholva lett. Hát... Nem indítunk meg. Egyszer megpróbálkozunk. Egyébként lehet, hogy tudnám ezzel vontatni magát a dollit is. Egy az egybe, mint 41-be, és akkor kiváltanánk a traktort. Indulj meg! Indulj meg! Egyébként ez... Ja, meg kéne próbálnom, hogy a... Nem tudom, hogy a dollit húzni egy az egybe vele. De még megpróbálok egy annyit, hogy az aszfalton induljunk meg. Most ezt az attach object kezdé, hogy kifordult ez a valami. De... Jó, hát ezt megúsztuk. Hogy? Ez rendesen nyúlik ez a monorúd. Szerintem a traktor nem kell. Megpróbáljuk a dollira rácsatlakoztatni. Nem biztos, hogy lehet csatlakoztatni egyébként.
Tudja, hogy nem lehet, nem lehet. Oj, de kár. Olyan hangzavar van, kövő semmit nem hallok, hallod? Még egyszer megpróbálom. Úristen, majdnem kiugrik a Weimarnak a motorja. Elmondom nektek, hogy mozgásban vagyunk. Szerintem mozgásban vagyunk. A Weimar motorja kb. Tényleg majdnem kiszakad a helyéről. Szerintem nagyon lassan mozgunk. Ha ezt a rendületbe tudnánk indít rakni, akkor az lehet, hogy működne. Indulj meg, indulj meg, indulj meg, indulj meg, indulj meg. Aztán tudom, a busz is mozog el. Nem nagyon akar, ugye gyerekek? Éven is hoztam egy hármekkora kocsi sor. Hittem tudok magamon húzni valahogy, de úgy látom, hogy nem fogok. Pedig az egy jó dolog lett volna. Na? Lehet, hogy működik. Lendületbe kéne kerülnünk, aztán már az jó lenne, gyerekek. Nincsen valami bokor, pont itt nincs. Most van valami. Hogy nem érünk el addig. Azt a betyár, hát mennyit szenvedtetem én itt a dolgokat. Nem hiszem el, gyerekek. Annyira, annyira kár. Annyira bánom. Oha. Nem, mindig azt hiszem, hogy megindulunk, aztán nagyon nem.
Mi van, por nem érünk el semmit. Nem tudok semmit megtolni. Megtolom a traktor. Traktortól megtolom magam, mi? Érdekes lenne. Nem tudok letalpalni se semmit. Ilyen marha lassan húzzuk, de hát itt sose érünk fel. Az a baj, hogyha ez lendületbe indult volna, lendületbe lettünk volna, akkor működött volna. Meg hogyha ugye a traktorba is ugye nyomná valaki a gáz. Csak hát így nem nyomja így, akkor ez eléggé necces. Sajnos. Vája, mi az? Handbrake. Jó. Föl kell adnunk, nem szívesen adok fel semmit. De úgy látom, hogy fel kell adni. Szörnyű. Nagyon-nagyon-nagyon bánom egyébként, hogy fel kell adnunk. Még esetleg annyit tudnék csinálni, hogy megpróbálom megtolni. De ugye nem is nagyon férek ide. Nagyon bánom. Ja, ez lehet, hogy úgy kellett volna, ki is kapcsolom ezt, mert baromi hangos. Jó, ezt is megállítjuk. Hú, nem tudom, ötletetek van. Récz írjátok meg, hát bocsánat, hogy ez így ilyen szenvedés lett. De egy az, hogy nem szeretem föladni, másik az, hogy nem tudom, nagyon gondolkozok, hogy mivel lehetne, hogy lehetne. Ugye le kell vonni magunktól mindenképpen mennyit? 25 ezeret, azt a 9 ezeret viszont szerintem visszaírom, mert igazából tudjátok, amikor vettem, adtam el dolgokat. Hát meg azt a másik traktort is vissza kéne vinni, annyit még megcsinálok, jó? Sőt, azt így ugratom. Hol volt az a traktorunk? Itt van. Ez visszaviszem eladásra. Hát, szomorú vagyok, de... Szomorú, sőt, nagyon szomorú vagyok. Milyen jó, megúsztuk a baleseteket. Legalább benne körülök, komolyan mondom már. Nem örülök. Ez a traktor, ez egy nagy fél. Ez mi az 5-ös, 6-os gomba lehet változtatni valamit? Mindjárt megnézzük. 5-ös. Ó, oh, van a homlokrakodója. Van a homlokrakodója. Jó, homlokrakodója. Ezzel lehetett volna valamit kezdeni. Ó, mi az? Mi az a rút, gyerekek? Ez mi az a rúdott az elején egyébként? Most ez halál komolyan. Egy Vella, basszus! Ott van egy Vella. Nem vagyok boldog, nagyon szomorú vagyok, nagyon bánom, hogy nem sikerült. Az emberek, amikor nem sikerülnek dolgok, azok nem túl vidámok. Most meg főleg az aj, de gyerekek, annyira közel voltunk a célhoz. Annyira közel voltunk a célhoz.
Esélytelen. Egyébként ez a traktor, ez nem jó. Ez a mod. Gyenge nagyon. Mert mondjuk ilyen pici traktor, amit akartam, a Weimarral szerintem egyébként működött volna a dolog. Hogyha lendületben lett volna a dolog, mármint a szerelvény. Így nem nagyon, sajnos. Nem van viszont ícénk. Ki lehet csapni az ablakokat, vagy az ajtókat. Nagyon szomorú vagyok. Ezt eladom, elmegyünk eladásra, és akkor tudni fogom, hogy gyakorlatilag 25-öt le kell vonnom, és 9-öt meg hozzá kell írnom, tehát akkor mennyit? 16 ezret kell levonnom. Nem lesz sok pénzünk. Gyerekek, segítsetek! Komolyan! Mondjatok tippeket, hogy mi legyen, mit csináljunk. Valahogy annyira, hogy a szabályokat azért ne szabjuk meg, vagy szegjük meg. Hogy vannak szabályaink, azt gondolom mindenki vágja. Várjátok, amíg visszaérek, addig itt el tudjátok bőgészni. Addig lekapcsolom ezt a videórögzítő eszközt. Ezt meg tudjátok nézni addig, amíg... Ugye a gépár meg van szabva, nincs visszaállítás, ezek mind olyan szabályok, amiket semmiképpen nem akarok megszegni. Jó, hát ezt is eladom ugye, viszont ez is most nem a legjobb üzlet lesz. Eladás. Ja, ezzel lehet, hogy nem jól adtam el a másikat. Igen, itt eladhattam volna. 42 ezer pénzünk lett. Az már annyira nem rossz. Csak viszont ebbe ugye el fog vonódni 16 ezer. Meg még a busz nem sikerült bevinni. Figyeljetek, ha valami ötletetek van, hogy a busz hogy lehetne bevinni ennyi eszközzel és ennyi pénzzel, akkor nyugodtan ötleteljünk. A darúval nem akarom végigrángatni. Ugye a darú az nem arra való, hogy azzal szállítsunk. Szóval az ilyen nagyon nem realisztikus dolgok azok nem játszanak. Most az, hogy a Weimarral próbáltunk cipekedni, szerintem az annyira nem veszélyes, vagy nem olyan durva rossz ötlet volt. Na gyerekek, köszönöm szépen a figyelmet, vigyázzatok magatokra, és nagyon szépen köszönöm a támogatóknak is, és a csatornatagoknak is a segítséget, hogy elérjem a céljaim. Ők tudjátok, hogy miről beszélek. Köszönöm szépen még egyszer, sziasztok!